Szeretettel üdvözöllek, Jós István, újabb spontán videó. Mégpedig nem egyszerűen csak erről, hogy így a világ fantasztikus és mozdulj ki. Nem ez a téma. Az a téma, hogyha csak így sétálok és jönnek a gondolatok. És azon merengtem, hogy nincs az a pénz. Egyszerűen nincs az a pénz, amiért én abba hagynám azt, amit csinálok. Amiért én eladnám ezt a céget. Vagy átadnám másnak ezt az ügyet. Egyszerűen pénzért nem megvásárolható. És ennek a másik oldala, ajánlom ezt, ugye mostanában sok férfi érkezik, sok férfivel dolgozunk, személyesen is, ilyen személyes folyamatokban, meg a közösségben is egyre több a férfi, van külön férfi klub, és egy meglátás férfiak számára főként, de nőknek is érvényes, hogyha van egy szám, ha elképzelhető egy szám, hogyha ki tudsz találni egy számot, amiért te abba hagynád, amit csinálsz, akkor hagyd abba most. Ha van olyan szám, amiért te abba hagynád, akkor nem az a dolgod. Akkor nem a helyeden vagy, akkor pénzért kurválkodsz csak. Még mindig ez a fogalom. Azokra, akik nem szívvel, lélekkel csinálják, akiknek nem szenvedélye, amit csinál. Az embernek szenvedélye, akkor azt érzi, hogy erre született, és nem tudja abba hagyni, akármennyi pénzt kínálnak neki, mert nem a pénzért csinálja, hanem úgy érzi, hogy ez a küldetése, és egyszerűen nem tudja nem csinálni, és erre van szükség. Minden férfinek erre van szükség, minden embernek egyébként munkatémában, és egyébként nőknél ugyanez az igaz kapcsolatra. Erre van szükségünk, hogy ne tudjam elképzelni az életemet nélküle, hogy egyszerűen nincs más verzió, ez az álom. Nehéz, persze vannak kihívások, de ez az álom, és nekem ez az élményem, az én saját életemet illetően, hogy így élem az álmot, és ez döbbenet, és ez lehetséges. És mondom ezt úgy, hogy voltam frusztrált, kurva, tényleg, voltam frusztrált pénzért, sikerért, hatalomért, nőknek való imponálás céljával dolgozó férfi, tényleg több, mint egy évtizedig, és ez egy új élet. Van élet a kurvaságon túl, van élet a kurvaság után, lép tovább, találd meg az álmod, találd meg, ami lelkesít, találd meg magad, és ne alkudj ebben meg. A munka legyen a szenvedélyed, ha van olyan szám, amiért abba hagynád, akkor hagyd abba most. Köszönöm a figyelmet, és hajrá! Jó munkát mindenkinek!